Tiszteltel köszöntöm a kedves nézőket. Ahogy szoktam mondani, megszokhatták időről időre, hogy utánpótlás meccseket is közvetítünk más sportágokból. Nos, közvetítettünk már kosárlabdát is, futballt is, futszát is. Most ismét kézilabda, női, pontosabban lány kézilabda a soron. U13-as bajnokság, ugye itt is van első, másod, harmadosztály. Itt még csoportokban játszanak a lányok, tehát eredmények, győzelmek vannak, de tabella nincs. Az U13-as budafoki csapat, amely 9 győzelem, 1 döntetlen, és ha jól tudom, 4 vereséggel áll, fogadja azt a Vecsés Sűi csapat, akik 3 győzelemmel és 9 vereséggel állnak. Ez a két csapat még nem találkozott egymással. Azt mindesetre láthatjuk 58-assal Perez a Petrát, a Vecsésiek kapusát, aki egy rendkívül magas hölgy, igazi kapusalkat. És most üdvözlik itt a gyermekbajnokság résztvevője a közönséget, Sűcsáp és Budafok. Mellettünk jobbra nagyon szépen megtett a lelátó, de szemben is ülnek szülők, barátok, úgyhogy szerintem hangulat azért lesz. Egy jó akció lett volna Kőhalmi Petra, de keményen állították meg és határozottan, méghozzá Hella Réka. Egy jó bejátszás után egy lövés, és megvan a vezető gól. 1-0 arányban vezet a Budafok, és eléggé feltolták a védekezésüket. De egy szép lefordulás után ott a lehetőség, és ott az egyenlítő gól, aki dobta, Hella Réka, 1-1. Fülöp Léna, 50-essel. Egy nagyon szép támadás, és egy szép védés bizony. Ahogy mondtam, Perez a Petra, a hatalmas termetű kapus, az ő lábát is megcsípte a labda. Indulhat a Sűrűsáp, ott a lehetőség, most már nincs lehetőség, sőt labdaszerzés lehet. Megmentették a Sűrűsápiak, nagyon nagy bravúra, Dobos Vivien. És egy nagyon szép lövés, megint Hella Réka. Hella Rékáról el kell mondanom, viszonylag alacsony, de nagyon jó mozgás és nagyon jókezű játékos, kétszer is. Szépen kilőtte a sarkot, úgyhogy Hella góljaival 2-1-re vezet a Sűrűsáp. Vecsés Sűrűsáp pontosabban. Budafoki akció a szélen, és egy óriási gól. Fülöp majd Horváth Lili játszott össze, aztán Kőhalmi Petra. A szélről egy bevetődés. Egy szép védéssel fűszerezve Hella Rékát megállították, azt rögtön sejti minden budafoki játékos, őt kell kivenni a forgalomból. Ez a lövés azonban mellé szállt. Nem baj, Lili, ez Horváth Lilinek szólt, aki nagyon aktív ott a szélen. Azonban Perez a Petra a kapus jól teljesít a vecsési oldalon. Hella Réka ismét, és ezt is belövi. 3 akció, 3 Hella Réka gól. Gyakorlatilag Hella Réka meccsben tartja a vecsési Sűrűsáp csapatát. Fülöp Léna 50-essel. Fülöp Léna nagy szóló, megállították. Dobos Vivien. Itt egy lövés a kapufán csattan, ez azonban büntető. Nézzük. Nem volt egy jó lövés, és Feles Petra nagyon szépen ki is kapta az alsó sarokból. Mondom, nagyon hosszú kapus, hosszú kezű, hosszú lábú, odaér mindenhova. Pontosan kell lőni. Egy befordulás, amit Dobos Vivien követett el, de hát őt megállították. Hella Réka, ő bedobja. 4 Hella Réka lövés, 7 gól, de ebben azért a kapus is benne volt, Hunics Barbara egy kicsit. Hát egyelőre 4-2-re a vecsésiek vezetnek. Sokkal kevesebb az átütő erő a Budafok játékában, és hát a kapus teljesítmények között is van különbség, még akkor is, ha most egy nagyon szép gól, azt hiszem Nádor Réka dobta. Hellátos megállították, és most rossz az átadás is. El lehet indulni. Horváth Lili zicserben, Horváth Lili, és bedobja. 4-4, Horváth Lili lépett ki, egy jó indítás után. Egy jó lövés, ez viszont jó védés volt most. Hunics Barbara részéről megindul a Budafok. Vigyázni kell a lépésre, Kőhalmi, nagy szóló, és kipattan. Ez pedig a kapus védi.
Ezt viszont nem tudta megfogni. A harmadik lövés bent van. 5-4. Érdekes, hogy középen Dobos Vivien és Hella Réka irányít, és rájuk is játszanak minden. A széleket egyáltalán nem foglalkoztatják a vecsésiek. Egy nagy lövés a felső sarokba. Az első gól Berényi Fannitól. Egy elrontott átadás után labdaszerzés lehet, méghozzá vecsési labdaszerzés. Sőt, ott az Itzer, és Hella lövését óriási bravúra megfogja Hunics Barbara. Magasított Apáti Anikó. Ott a vetörés, és az ellenfél kapust cserélt, de sem óvta meg a góltól. Kőhalmi Petra lövése a hálóba talált. Hella Réka, szép húzás, ahogy át tört volna a védelmen, csak még egyszer mondom, a két szélsőt szinte egyáltalán nem foglalkoztatják. Itt az Itzel és ott a gól. A Budafok hibájából dob gólt és egyenlít a vecsés. Steyer, ez is egy nagy lövés. Ezt is megfogja a kapus, de kipattan a Budafoké. Rá lehet repülni és egy óriási gól. Tófalvi Lilla nagyon szépen befordult. Mondtam, hogy látunk már szép dolgokat és tehetséges gyerekeket már most. Íme a kis beálló Dobos Vivien, aki áttört a védőfalon, és egyenlített. 7-7. Egy távoli átlövés, ez is gól, aki dobta, Fülöp Léna. Hella majd Dobos, a két gólzsák, Dobos lövése azonban a kapufán csattan. Nincs gyors indítás. Ügyesen zavartak most a vecsésiek. Steyer, nagy lövés, kapufa. Lassan a passzivitás. Vagy a labda elvesztését jelenti, inkább ezt, és Steyer Nóra szágult. Gyorsabb, mint az ellenfél, és hatalmas lövéssel veszi be a kaput. 9-7, nem vitte sokáig. Kim Fenikő a túloldalon, alig mondta a nevét, megint egy zicser. Kőhalmi, és ez is gól. 10-7. Mert öltöttöse Petra Kőhalmi. Nagy bejátszás, Vuklili, gól. Jó bejátszást kapott bizony Vuklili, és bár hozzáért a kapus, nem volt igazán tökéletes lövés, de Vuklili lövése a 11. hazai gólt eredményezte. Hella Réka, ez nagy labda. Dobos, ez is gól. Hella és Dobos Vivi nagyon érzik egymást. 11-8-nál jöhetnek a vecsésiek. Megint Hella Réka. Lepasszolta, de hát Kőházi kiejtette a kezéből a labdát. Ott az Itzel, és ott a gól, aki dobta, Fülöp Léna. Hella, ez nem volt jó megoldás. Hihetetlenül gyors játékos Tófalvi Lilla, még meg is botlott, de így is a hálóba lőtte a labdát. 13-8, mint a Sopron Intercity, úgy vágtatott el az álmosan tolatgató tehervagonok mellett, hogy egy vasutas hasonlatot mondjak. Miután csak 20 percet játszanak félidőnként, 20 másodperc, és Vuklili beállóba kiejtette a labdát a kezéből. 12 másodperce van még a vecsésnek. Egy gyors támadás végén még el lehetne lőni. El is kell lőniük. Nem tudták ellőni, szabad dobás. Időn túli szabad dobás, így is van. Oda kell állni a budafoki falnak, nehogy átlőjék őket. Meg fogja próbálni majd Berényi Fanni. Fanninak volt egy szép átlövése ma, úgyhogy megpróbálja ott átlőni a kezek mellett, vagy a sorfal. Ott kicsit hiányos a sorfal, el lehetne lőni mellette, nézzük, megpróbálja-e. Húha, bizony, bizony nem volt rossz lövés, és védeni kellett Hunics Barbarának. És nézzük akkor a vecsés sűrűsebb csapatát. Hella Réka első leosztása jó, és egy nagyon szép védés. Hunica Barbara, eladott labda, és ezt is megfogta. Hát kérem szépen, Hunica Barbara, illetve Hunics Barbara úgy belejött,
hogy most már egymás után az icceleket fog. Az iccel a túloldalon, ezt is megfogta a kapus. Ez nem. Vonalon belül szerezte vissza a Budafok. Most Komondi Dóri nem figyelt, hagyta, hogy a szélről bevetődve iszonyatos szögből Berény belője, de megmondom őszintén, ebbe bizony Hunics Barbi is hibás. Onnan azért nem lehet gólt kapni. 13-9. Nagyon ügyes játékos. Megint a nagy hármas játszott össze a Vecsés sűrűsebb csapatában, sőt, a nagy hármas egyik tagja, Berényi Fanni bebombázza a 10. Vecsés sűrűsebb gólt. Mint a több lenne a sűrűsebb illetőségi szurkó, mert hajrá sűrűsebbot hallani, itt viszont egy gyönyörű szép zicser, gyönyörű szép beálló gól. Perez a Flóra ott a szélen, nem kap labdát, itt viszont egy bravúros labdaszerzés. Már nem is üldözöm, és Fülöp Léna kilép, és kegyetlenül külövi a felső sarkot. Kőházi Sára tette tovább, és aztán az agytrözt Hella Réka. Nem volt igazán jó bejátszás most ez. Réka beállott, próbált a játékba hozni, ez viszont nem igazán jó indítás, de el lehet érni, és óriási gól! Bravúrosan elérte Horváth Lili, szinte a levegőben kellett már megfognia és már repülnie is, és így is át tudta lőni a kapus feje mellett a felső sarokba. 16-10, ez egy Horváth Lili bravúr volt. Kőhalmi Petra. Garbac Amanda, újra vissza. Ó, micsoda svédcsavaros megoldás volt ez Fülöp Lénától, ha engedik tovább a nap gólja. De már sípoltak a játékvezetők. Lesz-e átlövés. Megy a figura szélről, és egy szép védés. Most kicsit közelebb zárkózhatnak Hella Rékáék. Dobos Vivi, ez jó megoldás volt. És a berepülő ember gólt lő. Kőházi Sára. Kőhalmi megpróbál áttörni, és megcsinálta. Nem, előbb már fújtak a játékvezetők, büntető, hetes következik. Az első hetes kihagyta a Budafok, könnyedén védett Perez a Petra. Ezúttal nem. Ott van elő a szabad ember, nem vették észre, illetve későn vették észre a budafokiak. Kiegészültek időközben. 17-11, 1-1-re hozták le a kiállítást, ami kimondottan jónak mondható. Szélről beépülő ember, hatalmas gól, aki dobta, Garbac Amanda. 18-11. Hella Réka, ez is egy szép lövés volt. Némi szerencsével, de azt hiszem megérdemelte ezt Réka, sokat próbálkozott. Vuk Lili beállóban. És teljel Nóra a villámléptű. Aztán egy jó bejátszás után gyönyörű gól Fülöp Léna. Hella majd Gutai. Eladott labda. Zicser és a zicserből gól. Csámpai nem tud hárítani. Fülöp Léna. Gyors vecsési akció. Jó lövés, szép gól, aki dobta, Berényi Fanni. Hella Réka. Gyönyörűen kilépő ember. Ott az itszer Horváth Lili, és be is dobta. 21-13. Jó játszik Horváth Lili is. Ilyen szinten ennyivel a vége előtt, ez nagy előny. Kockázatos átadás, Teljer két ember között hozza el, szabálytalankodtak vele. Gyorsan elvégzi Horváth Lili, és ott a gól. Dicsérjük meg Steyert is, aki nem lacafacázott, hanem másodpercek alatt elvégezte a szabad dobást. A Hella Réka még gólt akart dobni, miért ne akarna. Egy újabb áttörés, hetes. Igen. Berényi Fannival szemben szabálytalankodtak. Ki dobja a büntetőt? Te harcoltad, ki dobjad, mondják Fanninak, de nem ő dobja, hanem Dobos Vivien. Nem sokat cicózott Vivi. Hella Réka most a beálló pozíciójában nem kapott labdát. Most teszik neki
Gyönyörű szép labda volt, dicsérjük meg bizony Dobos Vivit, átlöbbölte a magas falon, és Hella Réka nem tudta elhívázni. 22-15. Előbb ez a Dobos Hella akció jónak bizonyult. Ez a betörés 7-es ismét. Mondom, hogy zárkózhat a sűrűsáv, hiszen megint a kitörő Berényi Fanni csak szabálytalanul állították meg. Fanni utalma, ő dobja a büntetőt. Na nézzük. És be is vágta. 22-16. És már másfél perc van már csak hátra, tehát megnyerte a Budafok. De ha nem vigyáznak, még egy-két gólt összeszedhetnek. Távoli lövés, ez viszont gól. Horváth Lili. Elől szabad ember, nem vették észre. Most már visszazártak a vendégek. Sőt, eladott labda. És ott a szabad ember, Hella Réka. Egyedül viszi kapura. És nem dobta be, mert Hunics Barbara lábbal parádésan védett. Hunics Barbara felnőtt a feladathoz. Az első lövésekhez nem sok köze volt, de a másik félidőben parádézik. Lejárt rendes játékidő, időn túli büntető lesz ez már. És Fülöp Léna lövését kifogta Csámpai Zsófi. Ez a végeredmény. 23-16 az U13-as küzdelmét. A Budafok nyerte, sok tehetséges gyereket láttunk mind a két oldalon. Gratulálunk mind a két edzőnek, nem volt könnyű dolguk. Betegség, influenza, új csapatok építése.